1800-as évektől már létezik egy református gyülekezet. A templom kupoláján egy későbbi időpont 1877-ben, amikor is a templom tornya is lett. A gyülekezet régen nagyobb létszámban volt jelen, a történelmi viharai azonban annyira szétzilálták, hogy most néhány száz főre csökkent. De kitartóak, és hát dolgoznak azon, hogy egyre többen legyenek. Ez a két utca volt, ami annak idején a svábok letelepült elsősorban, előtte voltak már máshol is. Ez a felső utca, és ez az alsó utca, ugye a másik oldalon. És most oda megyünk le, ott van egy tájház berendezve, egy ilyen típusú régi parasztházban, ilyen hosszúkásban. És azt fogja nekem megmutatni, hogy hogyan éltek az emberek 200 évvel ezelőtt. Várakkal és templomokkal foglalkozik. A középső részen egy olyan makettet látnak, amely 11-12. Századi gótikus templomot ábrázol. A templom belsejét körülbelül ilyennek képzelték el régészek és grafikusok együtt. Ennek a templomnak az alapjait másfél éve találták meg itt a főút mellett Bonyhádon. A mögöttem lévő rész foglalkozik inkább az egyház történeti anyagokkal. Egyébként a kiállításunkról azt szeretném elmondani, hogy olyan tárgyakat próbáltunk meg összeszedni, ami jellemző az egész régióra. Nem kiemelkedő tárgyakat szerettünk volna bemutatni, hanem általános dolgokat, amik az adott régióban, amit völgységnek hívunk, gyakorlatilag bárhol megtalálhatóak lettek volna. A mögöttem lévő térképen látják Tolna megyének azt a részét, amit völgységnek hívunk, illetve az alaprajzok jelölik a középkori templomoknak a jelenlétét. Ugye a középkorban a római katolikus templomok voltak. Aztán a reformációt követően itt a környékünkön az evangélikus, illetve a református templomok is megjelennek. Külön kiemelném azonban ezeken kívül a szerb ortodox templomot, ami néhány kilométerre tőlünk Grábócon található. Pénzérmék azok a 13. századtól láthatóak. A legfelső érdekes, a legelső Árpádházi királyaink korából származik. Domború felülete miatt tálkapénznek is nevezik. Néhány csésze, fazék, illetve sarkantyú és nyílhegyek jelölik azt, hogy itt egy olyan várról van szó, amit ostromoltak is. 19. század végén megalapítják Bonyhádon az első nyomdákat. Ugye a nyomdai part a zsidóság tartotta a kezében. A legemlékezetesebb nevek itt Bonyhádon a nyomdai parral kapcsolatban Fejmór, Raubicseki Zor például. Igazság szerint a 40 előtti nyomdaiparnak a ma látható épületei itt láthatóak. Az egyetlen ma is működő nyomda Bonyhádon az úgynevezett Völgségnyomda.